Ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen nem is általunk szervezett dolog volt, hanem egy jazzy műsor bereklámozó bulija volt talán. A jazzy dalversenynek a döntői, vagy a díjkiosztályra lettünk így együtt elhívva, és akkor nagyon megtetszett a feladat, és akkor így. Igen. Az első alkalommal tulajdonképpen még nem is a kialakult programunkat játszottuk, hanem egy ilyen ad hoc, egy ilyen előzetes dolog. Megbeszéltük, hogy mindenki csinál valamilyen nótát, hogy hívják a bandát? A srácokat. A Garami Funkista. Garami Funkista, igen. Velük dolgoztunk. Hát ez egy nagyon jó pofa dolog volt, mert egy jó hangulatú banda. És hát vidám légkörben csaptunk egy komoly bulit ott a jazzy klubba, és aztán utána történt az, hogy már egy kicsit bedobtuk a mély vízbe magunkat, és elkezdtünk nézni olyan nótákat is, amik már nem ilyen egyszerű dolgok, és erre elkezdtünk próbálni, és az egy kifejezetten sikeres buli volt a Műpába. És akkor megmaradt az ötlet, és mi jobban, egyre jobban belekerültünk abba, hogy ezt jó lenne kidolgozni rendesre. És miután mind a hárman nagyon másfelé járkálunk a gitározásba, így a három különböző íznek vagy színnek a keveredés, az állandó együttjáték egymással keresztbe kasul, ez egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon szerintem egy nagyszerűen élvezhető koncertanyag jött össze. Én marha jól érzem magam benne, mert ha nem játszom, akkor csodálom ezt a két másik embert. László Attila egyébként a harmadik tagja a triónak. És itt nagyon jó játszani, mert nagyon, nagyon komoly gitározások történnek meg, és abból nem sok van manapság, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jó. Az előbb, amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy külön utakon járunk, és külön utakról jöttünk. Ez így nem igaz, mert én amióta a zenében az eszemet tudom, azóta a Gyuszit láttam a színpadon, és ez ilyen 68-69-re tehető, és valószínűleg azokban az időkben már jammultunk is egymással, és kergettük egymást mindenféle zenekarba, mert ez egy pici ország, egy pici kis parányi kis társaság, és úgy gondolom, hogy itt mindenki mindenkivel játszott már, aki valamennyit számít. Az az igazság, hogy amikor a mi összecsoportosulásunk, tehát ez tulajdonképpen a Sirius és környéke volt, az a Royal, de nem beszél, történelemről nem beszélek, után a Tibi, és akkor mi együtt jammoltunk állandóan a Siriusszal, és mi a hajón is, meg a Rákfogóval is együtt jammoltunk mindig, és akkor mentünk az Erzsébet csörözőbe, ahol a különböző... Találkoztunk Török Ádámmal. És a különböző napi problémákat akkorban folytottuk, és ez azóta egy kicsit változott, csak az, hogy az én vágyaim, zenei megvalósító vágyaim, azok másfelé mentek, a Tibi és más, de végig egymás mellett vagyunk, tudnélik. Van egy hát nem tudom, hogy szabad-e mondani, van egy nagyon nagy összekapcsoló, a nyolcadik előtt az egy nagyon komoly összekapcsoló erő, és azóta is én állandóan nézem, hogy ő mit csinál, úgy tudom, hogy ő is figyeli azt, hogy én ha véletlenül adódik 3 hónap, hogy nem találkoztunk volna, és most utoljára játszottunk ezen a triós bulin is, meg a Hobonál. Például, igen. És ez nem szakad meg ez a dolog, mert ez így természetes. Egy csapat, aki barátilag is, és zeneileg és szeretettel veszi egymást, ez óhatatlan, hogy egy ilyen kis országban ne futnánk össze ilyen nappal valamilyen formációban. Mert ugye az énekeseknek is szüksége van zenészekre, mert egyedül nem... Néha ez a helyes kifejezés. Úgyhogy kénytelenek kollégákat megszerezni, és azok meg hát akkor általában. Áruló jazzistaként elmentem a Poposok mögé játszani, akkor azokat a bizonyos éveket
azonos közegbe töltöttük szintén. Szóval aztán a Tibi ment el a jazzistákkal, szólistákkal. Szóval ez állatában keresztben van, ez a mi kettőnk életében, lassan ez úgy néz ki, így marad, mert hát ez így van rendjén, ez így van jól, és ez tulajdonképpen egy embernek köszönhető, aki minket összerak, az Zorszácki Jacky volt, akinek a zeneisége, meg a mindenfélesége mellett megbújtunk. Igen, megbújtunk alatta mind a ketten, és aztán meg is vagyunk így azóta is. Március 8-án este a MOM-ban lesz ez a bizonyos gitártrió buli, ahova nagy szeretettel várunk mindenkit. Ez az egy érdekes történet, hiszen ha elmondom a zenekar felállását, Tátrai Tibor, László Attila és jó magam, mi használjuk a gitárokat, az új generáció legnagyobb tehetségű basszusgitárosa, merem állítani, a Pluto, aki egyébként a Magyar Rádió bőgőversenyének az első helyezettje volt, ő játszik a basszuson, és van egy ismeretlen fiatal kezdő dobos, úgy hívják, hogy Solti János, aki szintén megtisztel minket azzal, hogy újra, nem tudom hányadik éve már újra együtt muzsikálva hozzuk létre majd ezt az estet. Jöjjenek március 8-án! Amit még ehhez én hozzá szeretnék tenni, mert beszélgetünk itt előbb arról, hogy, hogy a saját stílusunkba hogy nyúlunk bele, és hogy nem illik, meg nincs értelme átnyúkálni a egymás ízlésvilágába, vagy játszásvilágába. Erre az komolyan mondom, hogy elgondolkodtam, és minden alkalommal, amikor együtt játszunk, változok a dolgaimmal, mert én egyébként elég sok minden belemerek nyúlni, olyanba is, ami aztán egy picit megégeti az ujjamat, tehát bevállalok jobbról-balról mindenféle dolgokat, és próbálok alkalmazkodni. És csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ehhez a dologhoz pontosan azt próbálom meg, hogy nem alkalmazkodok, hanem minél jobban megpróbálom a legesleg bensőbbet adni, mert avval tudok egy olyan színfoltot adni, amivel aztán te a legbelsőddel és az Attila is a legbelsőjével elválunk egymástól, de egymás ízlésére figyelve tudunk egy olyat. Ne lehet ülni a másik zenejére, nagyon, és ez így nagyon jól megy, hála Istennek, az eddigi koncerteken. Fantasztikus, mert úgyhogy március 8.